Köszöntöm a Buda környéki televízió nézőit, a Politika Ma című műsorunkban megismerhetjük a Demokratikus Koalíció képviselőjelöltjét, aki nem más, mint Kakuk György. Vele fogunk beszélgetni a elkövetkezendő néhány percben. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Mikor merült fel a gondolat, hogy a Demokratikus Koalíció külön jelöltet állít? A gondolat az nagyon régen fölmerült. A Demokratikus Koalíció egy országos párt, és mint ilyen országos párt, ahhoz, hogy elindulhasson, országos listát állíthasson, minimum 27 választókerületben kell egyéni jelöltet állítania, és mivel szeptemberben nem sikerült a megegyezés a Magyar Szocialista Párttal és az Együtt PM mozgalommal, ezért a Demokratikus Koalíció vezetősége úgy döntött, hogy jelen helyzetben 106 jelöltet állít, vagyis Magyarország összes választókerületében van képviselőjelöltünk. Korábban merült fel az a gondolat, hogy mikor a kezdeti 27 főről volt szó, hogy ön is benne lesz a 27-ben, vagy ön a második csomagban, 106-ban? Nem volt kezdeti 27, a 27-et csak azért mondtam, mert a választójogi törvény szerint 27 egyéni jelöltje kell, hogy legyen egy pártnak, ahhoz, hogy országos listát állíthasson. Tehát az a minimum. 27-nél kevesebb egyéni jelöltje van egy pártnak, akkor nem állíthat országos listát, vagyis a töredék szavazatok azok elvésznek. Úgyhogy itt nem volt az, hogy ki lesz az a 27, vagy ez a 27. Mire eljutottunk oda, hogy október 12-e lett, ahol a Demokratikus Koalíció a kongresszusán bejelentette és megerősítette az egyéni képviselőjelöltjeit, és bemutatta őket, addigra világossá vált, hogy a jelen helyzetben 106 jelöltet állít, tehát minden egyéni választókerületben jelölteket állítunk. Ez nem jelenti azt, hogy letörekednénk az összefogásra, és nem jelenti azt, hogyha olyan döntés születik, hogy egy lista, egy miniszterelnök jelölt, egy egyéni jelölt a demokratikus oldalon, akkor mi nem lennénk hajlandóak ezt a 106 jelöltet, illetve ebből a 106 jelöltből annyit, amennyi szükséges a koordinált induláshoz vissza léptetni. Itt több variáció is van, én most nem mennék ezeken végig. Hát az ördög a részletekben rejlik, úgyhogy nyugodtan az ördög a részletekben rejlik, csak lehet, hogy a nézőket mondjuk nem untatnám azzal, hogy ha itt mi ennyit indítunk, és ők annyit indítanak, és akkor hogy, és hogy lesz ez patika mérlegen esetleg, vagy bármiféle mérlegen kiszámolva, mert ezt még nem tudjuk. Jelen pillanatban nincs megegyezés, mi abban bízunk, hogy lesz, erre még van idő. Ebből az időből még nem futottunk ki, még bőven van idő arra, hogy megegyezés legyen. Különösen, hogyha a koordinált egyéni választókerületi indulás, a döntés, akkor arra bőven van idő. Úgyhogy én azokban részletekben most nem mennék be, hogy akkor itt kinek mennyi, meg hogy, mert az nem itt fog eldőlni, nem ennél a kávéházi asztalnál, hanem akkor arról tárgyalni kell. Demokratikus Koalíció részéről ez egyfajta fenyegetőzés, hogy mindenhol elindítanak egy képviselőjelöltet, hiszen az MSZP-sek is tudják, hogy tulajdonképpen az ő szavazataiból vesz el majd egy bizonyos százalékot a Demokratikus Koalíció. Én nem gondolom, hogy a Demokratikus Koalíció bárkit is fenyegetett volna valaha. A Demokratikus Koalíció egy országos párt. Ez egy tárgyalási párt. Pozíció, foglalás, hogy, mert hogy ők mindenféleképpen szeretnének hát az országos politikában részt venni. Ha az lenne, amiben ön belekezdett, akkor a Demokratikus Koalíció tulajdonképpen annak érdekében, hogy Orbán Viktort leváltsa, akkor lehet, hogy inkább fölállt volna, és azt mondják, hogy köszönjük szépen, akkor hagyjuk a többieket érvényesülni. Mert a Demokratikus Koalíció, nem azért alakult, hogy fölálljon. És azt mondja, hogy mi nem csináljuk tovább. A Demokratikus Koalíció képvisel egy értékrendet, egy balközép párt, amely egy modern, nyugatos Magyarországot szeretne megteremteni, vissza szeretné vezetni Magyarországot Európába, szeretné megszüntetni Magyarországnak azt a státuszát, amely be az elmúlt 3 évbe került, és a nemzetközi közösségnek a páriája, egy kitaszított ország lett.
és úgy néznek ránk, ahogy Albániára néztek mondjuk a 90-es évek elején nyugatról, ezért nem egy jó helyzet. Mi ezért alakultunk, hogy megszüntessük ezt a helyzetet, és visszavezessük Magyarországot Európába, és egy olyan, és olyan társadalmi viszonyokat teremtsünk, amely viszonyok között nem kell az egyszerű állampolgároknak félni, visszajön Magyarországra a működőtőke, lesznek újra beruházások, lesz munkahelyteremtés. Mi hiszünk abban, hogyha őszintén beszélünk a választóinkhoz, hogyha őszintén elmondjuk nekik a helyzetet, hogy milyen helyzetben van ez az ország, és mire számíthatnak, akkor egy idő után, amikor a választónak döntenie kell, hogy kit választ, akkor honorálni fogja azt, hogy nem populista demagógiával, nem felelőtlen ígéretekkel kecsegtetik őket, és nem ígérik azt, hogy ha az egyik, vagy másik, bocsánat, vagy harmadik nyer, akkor eljön a Kánaán. Az őszintesség jegyében, hogy elég sok politikai szakértő mondja azt, hogy a Gyurcsány Ferenc személye, nem is maga a Demokratikus Koalíció, csak Gyurcsány Ferenc személye több embert taszít, mint amennyit hoz. És Bajné Gortontól kezdve mindenki azt magyarázza, hogy tulajdonképpen ez a választás, a jövő évi választás azon fog múlni, hogy ki mennyire tudja megszólítani a bizonytalan álláspontot nem foglaló szavazókat. És a politikai szakértők szerint a Demokratikus Koalíció ezt a réteget nem fogja tudni megszólítani, sőt inkább taszítja. Az, hogy Gyurcsány Ferenc többet visz, vagy hoz, ez a vita, én azt gondolom, eldőlni látszik, hiszen ez semmiféle közvélemény kutatási adat nem támasztja alá, sőt az ellenkezőjét támasztja alá. Az, hogy Magyarországon ma a jelenlegi mérések szerint, a rendelkezésre álló mérések szerint nagy a bizonytalanoknak a száma, ezt tudjuk, de én inkább azt mondanám, hogy soha olyan létszámú, rejtőzködő szavazó nem volt még Magyarországon, mint jelen pillanatban, mint most. Ezért a közvéleménykutatási adatok valamiféle támpontot valamire adhatnak, de azokból messze menő következtetéseket, pontos becsléseket levon. Irányokat lehet, de pontos információkkal sajnos nem szolgálnak. Én szeretnék emlékeztetni 2002-re, amikor a választások előtt az utolsó közvéleménykutatásnak az adatai, ha jól emlékszem, akkor 8%-os Fidesz előnyt mutattak, és a választásokat a baloldal nyerte 2%-kal. Azért, mert már akkor is nagy létszámú volt a rejtőzködő szavazóknak a száma, pedig a helyzet nem volt olyan rossz, mint most. Most én azt gondolom, hogy ennél jóval nagyobb a rejtőzködő szavazóknak a száma. Az biztos, hogy a választási törvény, a választási rendszer az jelentősen megváltozott ahhoz képest, mint amilyen volt 2010-ben, vagy az előbb említett 2002-ben, és ez nem kedvez az ellenzéknek. Sokkal egyszerűbb dolga lenne az ellenzéknek, ha most nem azon kéne, azzal kéne untatni a választókat, hogy lesz-e összefogás, vagy nem, hanem mindenki neki menne az első fordulónak, ott lenne egy eredmény, és az első forduló után lenne két hét arra, hogy választási szövetségek, kölcsönös visszaléptetések, ahogy ez normálisan eddig teljesen bevett gyakorlat volt a magyar választások, az 1990 utáni magyar választásoknak a történetében, megtörténjenek. Erre nincs most lehetőség, mert egy fordulós lesz, és koalíció vagy választási összefogás, nevezzük bárminek, kényszer van. Ez okozza ezt a helyzetet, de hát ezt azért találta ki a kétharmad, hogy ezt a helyzetet előidézze.
De hát, hogyha úgy nézzük, akkor van ennek egyfajta előnye is. Tehát, hogy több ideje van a pártoknak felkészülni egymásra. Tehát, hogy eddig a két hét elég volt. Tehát én szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy 1998-ban... Tehát nagyon sok probléma volt. Tehát azért voltak koalíciós ellentétek, tehát annó... Voltak koalíciós ellentétek, természetesen voltak, de hogy voltak koalíciós ellentétek a Fidesz és a Kisgazdák között, de ugye 1998-ban a Fidesz és a Kisgazda párt egy éjszaka alatt állapodott meg a kölcsönös visszaléptetésről 84 választókerületben. Ez egy jó rendszer volt. Megfontoltabban működik. Hát ez egy érdekes argumentum, ezt még nem hallottam. A mi nézőpontunkból ezt én úgy tudnám jellemezni, hogy a pálya meglehetősen lejtőssé van téve a jelenlegi kormánypártnak a javára. Tehát mi egy ilyen, ilyen hegymenetben küzdünk, mert a pálya az felénk lejt, és nem nekünk. Kicsit rátérve a demokratikus koalíció arculatára, hogy sokak szerint a Gyurcsány Ferenc így hatalmas őszintességi politikát kezdett el az összödi beszéd óta, hogy ön mondta azt, hogy nem fogják megígérni a szavazóknak, hogy eljön a Kánoán, nem fognak 13. havi nyugdíjat ígérni. Csak hogy... Nem tehetjük. Felelőtlenség lenne. Tehát nem lehet újra és újra becsapni a magyar választókat. Nem lehet nekik újra és újra hazudni. Ez így van. Csak hogy hogyan fogják tudni megszólítani a választókat, hogyha egyszer már az ön miniszterelnök jelöltjük, az ön pártelnökük, egyszer már hazudott a választóknak, és ezt beismerte. Tehát hogyan tudják ezek után azt mondani, hogy többet nem fogunk hazudni, nem fogunk ígérni semmivel, ami nem megvalósítható. Tehát hogyan tudják ezt az őszintességi politikát úgy továbbvinni, hogy a kezdetek kezdetén már hazudtak? Én nem gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc hazudott volna a választóinak, nem hazudott a választóinak. Abban a választási kampányban, ott 2006-ban, hogyha összetesszük, és egy szép kockás papíron kiszámoljuk a választási ígéreteket, akkor a Fidesz az kb. 10-szer többet ígért a választóknak, és az MSZP-nek, az akkor győztes MSZP-nek az ígéretei sokkal közelebb álltak a valósághoz, amelyet aztán, mivel egy polgárháborús hangulatot alakított ki az akkori ellenzék, teljes egészében soha nem tudott megvalósítani sem a Gyurcsány, sem a Bajnai kormány, de hogyha hagyták volna őket egy konstruktív ellenzék módjára kormányozni, akkor azt gondolom, hogy ma sokkal előrébb lennénk, hiszen ma arról beszélünk, hogy fél évente több mint 150 ezer forintot kell fizetni azért, hogy valaki a felsőoktatásban tanulhasson. A Gyurcsány kormány idején egy méltányos havi 6000 forintos tandíj volt, hogyha az lebontjuk, akkor 30 ezer forint volt egy szemeszterre, de rászorultsági alapon, tanulmányi alapon ösztöndíj volt. Jelen pillanatban egy nagyon széles társadalmi rétegtől ez a kormány elzárta a felemelkedésnek a lehetőségét. A szociális alapon, mert nem engedhetik meg maguknak azok a fiatalok, akiknek nincs pénzük, hogy tovább tanuljanak. És azt gondolom, hogy ma Európában, a 21. században ez vérlázító. Ebben nem lehet belenyugodni. Ebben nem törődhetünk bele, hogy valaki azért nem bontakoztathatja ki képességeit, nem tanulhat, mert nincs rá pénze. Tehát azért, mikor ez a változás megszületett, akkor ott is szerepet játszott ez, hogy tanulmányi alapon. Tehát akinek kellőképpen megvannak az eredményei ahhoz, hogy felsőoktatási intézménybe kerüljön, ő ingyen tanulhat most is. De a másik, tehát hogyha a dolgok másik oldalát nézzük, akkor tulajdonképpen az volt a probléma, hogy itt sok szakmában túlképzés volt. Beszéltünk az én szakmámról is, a média szakon rengeteg volt a túlképzés. Én ismerem azokat, akikkel együtt elkezdtük az iskolát, és nagyon sokan nem a szakmába helyezkednek el, hanem különböző gyors értelmekbe dolgoznak, mint pénztáros, médiaszakos diplomával. Tehát, hogy ez sem volt egy végtelenségi tartozó. Ez nem annak köszönhető, ez az általános gazdasági helyzetnek köszönhető. Nem gondolom, hogy a bölcsészdiplomás emberek
túlképzettséget jelent, hogyha a piacon sok a jól képzett bölcsészdiplomás ember. Szét kell nézni a nyugati világban, az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában, ahol például a bölcsészdiplomával rendelkező embereket a nagy multinacionális cégek vagy nagy cégeknél szívesen látják, mert nagyon adoptívaknak tartják ezeket az embereket, nagyon nyitottnak a világra, könnyen tanulnak meg dolgokat, új technológiákat, vezetési módszereket, és ezekből az emberekből lehet, hogy nem irodalom, történelem szakos tanár lesz, hanem egy közép vagy felső vezető egy komoly reputációval rendelkező cégnél. Én azt gondolom, hogy az oktatásba befektetett pénz, magyar oktatásból kivonják a pénzt, óriási összegeket vontak ki az elmúlt 3 évben a magyar oktatásból, a közoktatásból is, és a felső oktatásból elsősorban. Ez egy nagyon nagy hiba, hiszen minden nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy az oktatásba befektetett pénz az ugyan hosszabb távon, de nagyon sokszorosan megtérül, és viszi előre a társadalmat, és emeli föl a társadalmat. Magyarországon ezzel szemben stadionokba fektetik a pénzt, amely stadionok lehet, hogy nagyon szépek lesznek, meg nagyon kulturáltak, meg európai környezetet biztosítanak hetente egyszer egy labdarúgó mérkőzés számára, de nem állunk úgy anyagilag, ez az ország nem áll úgy anyagilag, hogy a miniszterelnöknek ezt a hóbortját így tudja szolgálni. Emellett még a felsőoktatás mellett a szakképzésre is nagyobb hangsúlyt fektettek. Én értem azt, amit ön mond, a finn példa az nagyon felvirágoztatta a skandináv országot. De Dél-Korea ugyanígy. Igen. Csak hogy például Nyugat-Európa azzal a problémával szembesül, hogyha valamit elméletileg meg kell oldani, az teljesen mértékben sikerül, de hogyha már egy villanykörtét be kell csavarni, vagy egy asztallábát meg kell csinálni. Tehát hogy most a 21. században kiderült az is, hogy a gazdasági válság következtében egyre több szükség van a szakképzett munkaerőre, és nem kifejezetten bölcsészdiplomás emberekre van szükség. Ezzel abszolút egyetértek. Meg kell nézni, ugye Magyarországon van néhány nagyon komoly technológiát működtető multinacionális vagy külföldi vállalat, ugye Győrben az Audi és Kecskeméten a Mercedes, ez az utóbbi egy jobb példa, hiszen az Audinak már több mint egy évtizedes hagyománya van Győrben, a kecskeméti példa az újabb, és ott meg kellett találni azt a szakképzett munkaerőt, akit oda tudnak vonzani az ország minden szegletéből, és ott tudják foglalkoztatni, mert az autógyártás ma az ipari termelésnek az egyik csúcsa, a technológiai csúcsa. És az, hogy a Mercedes, amely márkát a világon mindenki ismeri, az autógyártáson belül, amely az előbb említettem, a ipari termelésnek, az ipari technológiának az egyik csúcsa, annak a legtetején helyezkedik el, hogy az ide hozott egy nagyon komoly beruházást Magyarországra, ezt meg kell becsülni, és azt gondolom, hogy ez egy jó irány például, jó irány mutat arra, hogy Magyarországon van szakképzett munkaerő. Mert ugye nincs szakképzett munkaerő egy országban, és ebben igaza van önnek, akkor nem jönnek ezek a beruházások. Mert egyszerűen, ha nincs szakképzett munkaerő, akkor nem tud kit foglalkoztatni, nem tudja előállítani azt a terméket, amit szeretne. Úgyhogy ebben teljesen igazat adok. Meg akkor is igazat adok, amikor én várok a fűtésszerelőre. És nem nagyon van választásom. Csak az az egy. Mert nincs. És nagyon sokat kell rá várni. Beszéljük egy kicsit a jövőről, és egy kicsit ereszkedjük le a valóság hideg kockakövére. Tehát, hogy hogyan képzeli el a saját munkáját az elkövetkezendő időkben? Tehát, hogy én itt lakik ebbe a körzetbe, pontosan Pátyon. Mi az, amire ön jelentheti a megoldást?
Hát én nem tudom, hogy mi az, amire én jelenthetném a megoldást. Én nem gondolom, hogy én megoldás lehetek bármire. És én csak segíteni szeretnék az itt élő embereknek, ha tudok. És azért mondom, hogy ha tudok, mert én mondom, nem fogok olyat ígérni, akármi történik, nem fogom a lelkemet 10 szavazatért eladni, ebben egészen biztos lehet. De nem fogok olyat ígérni sem a pártom, sem magam nevében, amit nem tudnánk teljesíteni, hogyha kormányra kerülnénk. És lehet, hogy most nem fogunk kormányra kerülni, de a mostani ígéreteimet, mivel a kamera fölveszi, ön 10 év múlva is szembesíteni tudja velem, hogy mit mondott Kakukk úr. Emlékszik? 2013-ban ott ültünk Budaörsön. És ezekért a dolgokért én azt gondolom, hogy egy felelős politikusnak, még ha változik az idő, és lehet, hogy 5 év múlva más lesz a helyzet, és más kell mondani, de azért egy adott helyzetben elmondott dolgokért felelősséget kell vállalni. Ez így van, csak hogy konkrétumok szintjén, tehát mondta a sajtóbeszélgetés folyamán is, hogy beszélgette a helyben élő emberekkel. Tehát mi az, amin mondjuk esetleg nem is egy megoldás lehetne ön, hanem amin változtatna, ami kifejezetten itt ebben a régióban. Országos szinten, kifejezetten ebben a régió az egy kérdés. Azt gondolom, hogy itt ebben a régióval, akivel beszélgetek, akik oda jönnek hozzánk, akik valamiféle módon szimpátiájukat fejezik ki velünk, és szóba állnak velünk, azok mind, és szinte kivétel nélkül az anyagi problémákról beszélnek. És ezeknek az embereknek elmondjuk, hogy megpróbálunk egy igazságosabb rendszert csinálni, egy olyan rendszert, ahol nem mondhatja ezt azt egy kormányhoz közel álló szakember, hogy egyharmadát a társadalomnak, a teljes reménytelenségben élőket ott kell hagyni az út mellett, mert nem tudjuk tovább vinni őket. Mi nem mondhatunk ilyet, és nem is fogunk ilyet mondani, és nem is gondolunk ilyet, mert ilyet nem lehet mondani. Megpróbálunk egy olyan igazságosabb rendszert teremteni, ahol rászorultsági alapon van szociális ellátás, nem fűnyíró elven, vagy fordított fűnyíró elven, egy olyan rendszert, ahol a jómódúak, a gazdagok, azok nem ugyanazokat a kedvezményeket kapják, mint akik tényleg rászorulnak. Úgyhogy én ezt tudom mondani azoknak az embereknek, és ezt szoktam mondani, akik oda jönnek hozzánk, és megkérdeznek bennünket dolgokról, és panaszkodnak. De nem próbálom őket áltatni, hogy ha mi kerülünk hatalomra, akkor rögtön azonnal és másnaptól sokkal jobb lesz. Én azt tudom nekik mondani, hogyha a demokratikus ellenzék győz a következő választásokon, akkor ki tudjuk nyitni az ablakokat, és meg tudjuk tenni azt, hogy legalább a szabadság levegője valahogy beáramoljon ebbe az országba, ahol most már teljesen bedohosodott itt a levegő, és nagyon sokan félnek kifejezni szimpátiájukat például velünk. Ez nem lehet, ilyen nincs egy demokráciában. Ez nem működhet, hogy valaki azért féljen elmondani, hogy mit gondol a helyzetről, hogy odajönni hozzánk, mert attól fél, hogy elveszíti az állását. Ez lehetetlen, ez megengedhetetlen. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha ilyen őszintén beszélünk az országos politika szintjén az emberekkel, és ezeket az üzeneteket közvetítjük a választókerületben azoknak, akik oda jönnek hozzánk, akkor azzal lehet eredményt elérni. Mert nagyon-nagyon sokszor, sokan átverték már ugyanazt a választói tömeget, és ígértek nekik fűtfát, amiből semmi nem lett. Mi nem fogjuk ezt megtenni. Legalábbis újra.
nem fogjuk ezt megtenni, és a helyi dolgokról érdekes módon nem panaszkodnak, és nem kérdeznek, ez a tapasztalat. Én csak látom... Nem szoktak azért panaszkodni, még pátyon, hogy nem készült el a járdaszakasz, nem, vagy nem tiszta ez, zárok? Ez egyáltalán? Nem. Mindenki, aki, mondom, kivétel nélkül, aki odajön hozzánk, az arról beszél, hogy, hogy mi, mi történik az országos politikán. Pilis Csaba egy kicsit más, ott nagyon komoly gondok látszanak a közmunkaprogram körül, a közmunkásoknak nagyon komoly panaszaik vannak, a védőruhával kapcsolatban, a munkaidővel kapcsolatban az, hogy hogy bánnak velük. Tehát ott ez a helyi ügy, amiben így belebotlottunk. Tehát konkrétan nem ismerik annyira a helyzetet, hogy mi az, ami ott zajlik az ottani közmunkaprogramban? Én most fogok lemenni, ebben a hónapban lesz, november végén egy közmeghallgatás, és az önkormányzat vagy a polgármester közmeghallgatása, és ott ez a téma napirendre fog kerülni, úgyhogy én azelőtt egyrészt most lemegyek Pilis Csabára, tájékozódok, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, ezek az információk jutottak el hozzánk, mondom, egy ilyen ad-hoc utcai kitelepüléskor, egy beszélgetéskor, de hát most én ezt nem szeretném így megosztani a televíziónak a nézőivel, mert ezeket az információkat azért le kell ellenőrizni, meg kéne nézni, hogy mi a valóban mi a helyzet. Úgyhogy ezzel le fogok menni, és a közmeghallgatáson pedig részt fogok venni. A demokratikus koalíció egyfajta radikalizmust is képvisel. Hogyan fog a radikalizmus egyében, tehát a demokratikus koalícióféle radikalizmus egyében kampányolni? Én nem szeretem ezt a szót, hogy radikalizmus. Nem tartom magam radikálisnak, itt ülőket látják. Én nem úgy nézek ki, mint egy radikális. Inkább azt mondanám, hogy a jelenlegi rendszernek, az Orbán rendszernek mi kérlelhetetlen ellenfelei vagyunk. Ezzel nincs kiegyezés, nincs alkú. Azzal, ami most történik Magyarországon, azzal nincs. De ami utána jön, én azt gondolom, hogy Magyarországon ez a mérhetetlen, éles megosztottság, ez egy mesterkélt dolog. Ez egy művi dolog, ez nem létezik, ilyen nincs. Hogyha megnézi a Facebook oldalamat, én oda kiírtam egy nem is választási szlogen az, bár az én szlogenem. Ez 1983-ból származik, egy barátom egyetemistaként Poznánban volt Lengyelországban, amikor a lengyel társadalomnak az egyik része, nagyobbik része az otthon ült, kuksolt, megfélemlítve, a másik része kiszolgálta a katonai diktatúrát, a harmadik része meg vagy internálva volt, vagy illegalitásban, mint egykori szolidaritás. És ez egy graffiti volt, ami azt mondta, hogy mama, csak egy Lengyelország van. És ugyanez igaz Magyarországra, és ezt írtam ki, hogy mama, csak egy Magyarország van. Nincs több. És ez a mi Magyarországunk. Lehet, hogy más gondol a világról, másban hisz, mint én, de itt élünk valamennyien, és ez mindannyiunk országa. Itt kellene megtalálni azokat a közös pontokat, amely mentén szót értünk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ott te a Gyurcsánynak vagy a barátja, és akkor lerúglak. Lehet, hogy te a Gyurcsánynak vagy a barátja, meg az ő pártjában vagy, és mit gondolsz erről? Én meg ezt gondolom erről, és lehet, hogy megtalálunk egy olyan közös pontot, amivel mindannyian egyetértünk. És hogyan kívánják ezeket a feszültségeket feloldani? Mert ez tényleg ez nagyon nagy probléma, hogy szomszédok azért nem állnak szóba egymással, az egyik jobb oldali, a másik bal oldali, hogy... Ezt hogy lehet ezt megtenni? Hiszen október 23-án is, mikor Mesterházi Attila azt mondta, hogy nekünk szót kell értenünk a jobb oldalal és a Fidesszel is, akkor őt kifújolta a tömeg. Nem hiszem, hogy Attilát nem fújolta ki a tömeg. Attila beszéde alatt az összefogást sürgették, de mondom, a jelenlegi rendszerrel nincs kiegyezés. Ez,
Magyar Bálintnak a, hogy mondjam, csak szavait szeretném használni, aki egy tanulmányában a maffia államnak hívta ezt. A maffiával nincs kiegyezés. De ennek az államnak, ennek a rendszernek a kedvezményezetti köre az egy nagyon szűk réteg. A támogatói azok, akik rájuk szavaznak, az egy nagyobb réteg, jóval nagyobb réteg. Ők részei Magyarországnak, velük szót kell érteni. Ez egy nagyon lassú, sziszifuszi munka lesz, én azt gondolom, de el kell kezdeni valahol, mert ez így nem mehet tovább, tehát ez így nem mehet örökké. Mi elutasítjuk azt, ami most van, de ami ezután jön, annak másnak kell lenni. Én ebben hiszek. Mert csak egy Magyarország van. Kakuk György, nagyon szépen köszönöm. Önöknek is a figyelmet, tartsanak önök máskor is.